Kisebb átmozgatással láttak neki az új évnek a Nyíregyháza Spartakusz játékosai. A szakmai stáb egészségügyi és sportdiagnosztikai felmérésekkel készült az első héten, emellett vasárnapig minden nap tréningeznek a labdarúgók. Azért jól esett nem mindenkinek szerintem a pihenés, hogy volt egy ilyen hosszabb szünet, mindenki fel tudott töltődni, családokkal, barátokkal lenni. Tényleg már azért kicsit vártuk, hogy újra labdába rúghassunk. Elkezdhessük tényleg, hogy most újra itt együtt legyen ez a kis család tényleg itt, mert igazából egész évben együtt vagyunk, ugye. Kell ez még a hosszabb kapcsolatokban is, hogy egy kis szünet legyen, úgyhogy jó volt egy kicsit itt tényleg, mindenki foglalkozott magával, családjával, de tényleg most már akkor térjünk vissza a focihoz. A ráhangolódó hetet követően a Spari Törökország felé veszi az irányt, de nem is egy, hanem két alkalommal is itt edzőtáborozik majd az együttes. Előbb január 14-e és 21-e között, ekkor már felkészülési mérkőzést is játszik a Spari, az orosz második ligában szereplő FC Baltika Kaliningrád ellen 20-án. Január 31-től február 10-ig ismét Törökországba utazik a keret, és felkészülési találkozók is várnak a gárdára. Két ellenfél már biztos, előbb az orosz FK Rotor Volgograd, majd a lengyel Rakov Császlova ellen lép pályára a Nyíregyháza. A külföldi edzőtáborban ideális körülmények között készülhetnek a játékosok a tavaszi rajtra. Nyilván az elsődleges az, hogy az időjárás, esetleges viszontagságait ki tudjuk kerülni, a másik az pedig az, hogy komplexebb munkát lehet végezni egyértelműen a pályák minősége miatt, és maga a pihenés, étkezés, stb. Ez tulajdonképpen egész nap kontroll alatt van, mind a játékos számára, mind pedig a szakmai stáb számára. A keretben tényleg változások is várhatók, azonban nagy jövésben is nem lesz a csapatnál. Általában ugye a szurkolókat mindig ez érdekli a legjobban, hogy hány játékos jön, hány játékos megy. Én akkor lennék a legboldogabb egyébként, hogyha egy játékoson nem kellett volna jönni, és egy játékoson nem kellett volna menni, mert ugye azok az állandóságot képviselni, amit egyébként szeretnénk megvalósítani, hogy a lehető legkevesebb változás legyen a keretbe. Miután hosszú távon gondolkodunk, ezért már megkezdtünk olyan tárgyalásokat is játékosokkal, akik esetleg nyáron fognak érkezni a csapathoz. Folyamatosan benne vagyunk ebbe a tárgyalási folyamatban több játékossal is, abból majd meglátjuk, hogy ki lesz az, akit esetleg már most idén télen, vagy esetleg csak nyártól fogunk tudni a csapathoz szerződtetni. Az már biztos, hogy Rudolf Gergelyel január 4-én közös megegyezéssel szerződést bontott a klub, de Hermány Bence és Rezes László se ölti magára már tavasszal a Spari mezét.